A bejelentések szerint augusztus derekáig teljes hosszában új arculatot kap a Palicsi tómenti sétány. A Vitorlásklubtól a Viken településig húzódó szakaszon a régi betont meg aszfaltot felcserélő új borításhoz és annak lerakásához szükséges eszközöket a tartomány és a köztársasági költségvetésből biztosították. A munkálatok értéke 36 millió dinárba került összesen, amelyet a köztársasági kormánytól, az illetékes minisztériumtól, a turizmus és fiatalságért felelős minisztériumtól kaptunk, valamint 26 millió dinár a tartományi kormánytól. Ez a sétány egyik és másik oldala összeköti azt a kerékpárutat, amely a KFV projektummal kereteiben készült el. Reméljük, hogy nagyon az elkövetkező időben azt is meg tudjuk oldani, hogy a Palicsi tó körül ki tudjon épülni egy olyan kerékpárút, amely aztán egy teljes egészet tud képezni. A tómenti sétány mellett felújul Palicsi jelképe, a víztorony is. A felújításra 21 millió dinár terveztek tartományi forrásokból. A kivitelezés július 17-én kezdődött meg. El kellett fogadnunk a kivitelezők feltételét, hogy miután befejeződött a közbeszerzés, be tudjanak állni a munkálatok kezdésébe, bele tudjanak fogni a munkálatokba, hogy az idei évben, mire jön a tél, a rossz idő, hogy akkorára teljességében befejeződjön. Úgy tudjuk, hogy a víztorony az elsődleges elképzelések szerint felújítását követően kilátóként is működött volna, ám ettől az ötlettől tűzvédelmi előírások miatt elváltak.